Itt a várvóval pillanat, az első alkalommal jegyzünk le egy olyan boss-t, ami még sehol nem volt a Crash Bandicoot világában. Ez itt nem más, mint a Frosty Mutagen Nitrous Brio. Sziasztok, én Peti vagyok, és üdvözlök itt mindenkit egy vadonatúj Crash Bandicoot mobilos videóban. Szerintem ez nagy dolog a Crash jövőjére nézve, hiszen itt behozták a multiverzumot, és most már ilyen Frosty fajták is vannak. Úgyhogy kíváncsian várom, milyen lesz még később. Hogyha ti is várjátok, akkor lájkkal és feliratkozással lehet jelezni. Vágjunk is bele a csatába. Lost City-re érkeztünk a boss harcra, és akkor jöhetnek a bumpák, meg ezek a gyümölcsök, amiket így eldobálgathatunk, és akkor megtisztíthatjuk az utat magunk elé. De látom, jönnek itt a nagyobb sziklák is, úgyhogy óvatosan kell itt haladni. Itt ezt átugorjuk, jó, és a levegőbe elkaptam azt a gyümölcsöt. Ott a nitrósokat eltalálom, de itt van egy nyomógomb, úgyhogy jövök ide balra, ez a nyomógomb itt. Ó, egy titkos út lefelé a mélységbe. Következő gyümölcs és egy újabb robbantás, aztán gondolom a gombával vissza föl, és itt van az első checkpointunk. Nagyobb kanyar után újabb gyümölcsöt fogadunk, már is dobom, ott látom a nitrókat, felroppantja, igen, aztán megint a sziklák jönnek, maradok én itt a felső rész, az le is esett, aztán itt lesz egy nyomógomb, de ez, ez hogy van ez? Mi volt ez a gomb ott a levegőben? Meg itt mi ez a, de mi? Muszáj erre reagolt? Most meg itt hogy volt ez a pálya? Most meg betöltötte, vagy mi volt ez? Most már rendesen van, ilyen, várjál, ezt a, oké, itt a következő, lehet, hogy csak be kellett töltenie, vagy mi volt ez? Elég furcsa volt itt, mert most olyan gonddal nem találkoztam, amit az előbb láttam, azzal a nyomógombbal, most már megy tovább a pálya, és akkor itt a második checkpoint, hát oké. Okay. Ezt küldjük el arra nitrosra, jövünk itt középen, egy bumpás doboz, egy nyomógomb, aha, és akkor itt kell átugorni, még egy maszk, vigyázzunk, csúszunk le. Nem ismerős ez a pálya, korábbi nitrous brio is ilyen volt, egy, nem tudom, érdekes, na dobjuk el ezt, lehet már valamelyik bossnál volt egy ilyen kialakítás, checkpoint megvan, és ott is van, oké, itt van nitrous brio, hát olyan mint eddig, csak most Frosty. Lássuk, a támadásai változnak-e, hát nem, újabb ilyen akadályokat küld le, mi pedig újra dobálhatjuk neki a gyümölcsöt, és minél gyorsabban tegyük ezt meg. De itt a sáv leszűkül, csak egy sáv volt, úgyhogy itt már nehezebb volt. És most dobja ugyanúgy ezeket a sziklákat, csak most ilyen fagyos kinézetű. Ugrok és a magasba dobom, mert szerintem úgy találja, de aha, igen, el is találta. Megint ugrok, megint dobok, ahol visszapattant most, ugrásdobás. Elég nehéz eltalálni most már. Na most ugrok és dobok egyet, de visszapattant. Mindig jó helyre teszi le azokat. Jó, most eltaláltam másodjára, na, már csak egy élete van. Dobtam egyet, és az nem találta, pont mellé ment. Lássuk ezt, ha eldobom, ez odáig pattog. Alatta pattogott el? Na sikerül, igen, bevittük az utolsót is, úgyhogy dobhatjuk a bombát, 5 XP, egy tökéletes dobás, és ezzel vissza is küldtük ezt az érdekes nitrous briót, és a tánccal zárjuk ezt, és megkaptuk a drága követ. Szóval legyőztük ezt a fő ellenséget, 18 drága kő megvan, sok feloldásunk van itt, a következő boss lesz ez a Frosty Dingo, aztán lehet fejleszteni a labort, azzal egy új eszközt készíteni majd, és egy új pályát is feloldottunk, úgyhogy van itt sok minden. Szintet is léptünk, ez már a 7. szint, 5 kristály, 10 alfarészt és 10 chilleberryt kaptam. Menjünk szépen sorba, először is a laborfejlesztés. Lehet fejleszteni a labor, 15 alfarész és 10 darab beta rész kell, ezt kifizetem, és akkor jöhet a fejlesztése. Ez már itt a Nitro Labor 3. változata, még magasabb lett, és akkor a Nitro Serum és Nitro Bomba után Nitro Ray Grant is lehet készíteni. 250 Wumpa, 15 Nitric Fungus és 15 Pop Blossom kell. Ebből azért van nulla, mert még semmelyik pályán nem tudtam szerezni. Nézzük ezt a Mission Computert. Frosty Dingodának van itt a bandája, 4 darab kis csatlósa van. Egyes szintű Frosty Arachnid, aztán 2. szinttel, illetve Nitro Arachnid 1-es és 2-es szinttel. Azt hittem eddig tartanak a csatlósok, mert az előző bossnál csak 2 csatlós volt, most már megint mennyi van itt. Ha de feloldottuk, akkor az utolsó pályát is, ami nem más, mint a Temple Ruins. Itt lehet a Pop Blossomot gyűjteni. Úgyhogy megyek, aztán megnézem, mi újság. Oké, érdekes a zene. Tetszik, tényleg Temple Ruins-os. Aztán már is itt vannak ezek a kicsi kis virágocskák, amik nekem kellenek. Ó, és ezek a lángyák tényleg olyan, mint ami szokott lenni. Itt hogy mehetünk? Az alfa részekre, meg ide a Pop Blossomra. Megyünk erre a virágokra. Itt van egy nyomógomb. Oké, de ezt átugorjuk. Itt vannak még. Jó, egész gyorsan lehet ezt gyűjteni. És tényleg, ez aztán a Temple Ruins, olyan, mint az első Crash játékban. Tényleg hasonlít. Nagyon jól elkapják ezeket a témákat, és szerintem nagyon jól kialakítják pályákat. Úgyhogy, ja, ennek nagyon örülök, ez király lesz, akkor ide ugorjunk következőre fel. Aha, ez a collection run nem lesz rossz, de azért még meg kell néznem, hogy hol érdemes menni. Ott lehetett volna hazamenni, egy checkpoint ide, aztán vannak itt most csak ilyen árva TNT-k is, hát hadd legyenek.
jövök ide fel, érdemes volt ide feljön. Egy ilyen láda volt, nem tudom lent mi volt mondjuk, de meg lehet ezt így is nézni. Hú, azok a tízesek, jól van. Hát tetszik ez a pálya, szerintem nagyon király. Na jó, van, gyűjtögetek még egy ilyen poblosszomot. Ha itt lehet menni vagy gombáért, vagy a virágért, hát jövök ide. Hát tudok akkor gyűjtögetni. 3 óra olyan nitro régánt akarok én majd. Wow! Hú, nitro régánt akarok készíteni, és az a 3 elkészítéséhez 3x15, vagyis 45 darab kell, úgyhogy annyit célzok meg első körbe. Jelenleg 29 virág már van. Ú, na ez itt király, itt kettő egymás felett. Az nagyon jól ki van alakítva, egymás után jönnek azért egész gyakran. Checkpoint is itt van, sok vumpa, király ez a pálya. És lehet gyűjteni elég gyakran ezeket a virágokat, szóval ez jó, jó, tetszik. Itt van a 44. és itt a 45. innen pedig, hát nem mehetünk oda. Ja, visszatértünk, most már itt ez az eleje, a pálya eleje. Oké, hát akkor ennyi volt ez a pálya, már körbe is szaladtunk. Mehetünk végig virágos utakon, és akkor visszakerülünk a pálya elejére, és akkor újra neki lehet látni a farmolásnak. Mehetünk haza. Na, akkor jövök és oda is rakom ezt a nitro régánt, úgyis egy óra hosszát kell várni, úgyhogy ezeket így ide teszem. És akkor itt fejezem be ezt a videót, innen fogjuk folytatni Frosty Dingo ellen, találkozunk legközelebb.